Tudod, az a furcsa, hogy az én nemzedékem alig látott igazi focit, de valahogy mégis tudtuk a Puskást. Én például, amíg ő Magyarországon élt, soha nem voltam futballmeccsen, soha, de mégis arcról felismertem, mert apám mutatta a Szabad Népben, vagy nem tudom. Apám egyébként őrült futballrajongó volt, de hát rádión, ami egy nagyon sajátos változat. És egyszer megjelent a Puskás az óvodában. Ehhez tartozik egy előhistória, hogy amikor olyan 4 éves voltam, kaptam ajándékba egy törpét, habcit a hétből, és ő lett a barátom. Tehát én nélküle nem tudtam élni, aludni. Ha este nem találtuk meg, az egész család azt kereste tébolyodottan, és engem nagyon utálva, de ez így van. Na, és akkor a óvodához odajött Puskás Ferenc, vagy Puskás öcsi, ahogy mindenki hívta. Én rögtön felismertem, és fűzte azt az óvónőt, akiben én amúgy halálosan szerelmes voltam. Féltékenységből kifolyólag oda mentem. Ott volt mellette még egy, akit én arcról nem ismertem föl, de a óvodás társak mondták, hogy az a Kocsis. És akkor én azt az épületes mondatot találtam mondani Puskás Ferencnek. Szerbusz öcsi, én is öcsi vagyok. Mivel, hogy engem otthon öcsinek hívtak, de én azt hittem, hogy ez egy keresztnév, mint a Béla. És amikor kiderült például az óvodában, hogy más öcsik is vannak, nagyon meg voltam sértődve. És akkor ezt találtam mondani, akkor szót követett, azt mondta erre ő, hogy kérsz-e honvéd jelvényt? Mondtam, kérek. És adott egy valamilyen kis primitív jelvényt, saját kezűleg úgy kitűzte, és akkor én már úgy mentem volna, mit adsz cserébe? Hát nem volt nekem semmim, csak a kezemben ott volt a habci. De hogy mekkora nagy embernek tartottuk mi mindannyian, és én ottan. Én akkor hát nem tudom, talán 5 éves lehettem, mikor ez történt, vagy legfeljebb 6. Mert ugye tudjuk, hogy 56-ban elment. Ezt úgy oda nyújtottam neki, nagyon reménykedve, hogy nem kéri. De megfogta, és fűzögette tovább az óvónőt. Hát halálomon voltam, sírtam, délután nem aludtam, jött anyám, nem álltam vele szóba. És teljesen kétségbe esett, a legjobb barátomat csak így adottam egy rohadt jelvényért, hát azért még akkor is hapus. És akkor egyszer csak anyám azt mondta egy ponton, hogy ja, te ezt küldi a óvónő. Ugyanis a Puskás, mikor én eltakarodtam a színről, visszaadta ezt. Mondtam, hogy szerzek neked egy kis örömet, és megmutatom a történet hősét, itt van habci. Ezt úgy nézett, hogy 54 éves. 20-at letagadhatna. Nagyapa szólt az öcsének, hogy figyelj, ide kéne egy jogosítvány. És akkor mondja neki, hogy persze, semmi probléma, lebeszélem a vezetést, és akkor majd találkozol a vizsgabiztossal. Öcsi bácsi megnyugodva úgy elintézte a dolgot, nagyapa megy a vizsgabiztoshoz, találkoznak, jó napot kívánok, Csutorás Ferenc vagyok Egerből, igen, már szólt az öcsi, mondja a vizsgabiztos. Legyen szíves beülni az autóba, kitöltöm addig a papírokat. Nagyapa fogta, beült a jobb oldalra. Vizsgabiztos jön, azt mondja, hogy hát de a volán mellé tetszik ülni, de hát én nem tudok vezetni, vigyen már el, legyen szíves a békeszállóba. Itt egy 500-as. Vizsgabiztos teljesen le volt rökögyödve, hát elvitte az öreget a békekupolába, este jön öcsi, azt mondja, na, meg volt a vizsga, rendben van minden. Rendben, azt mondta, a vizsgabiztos majd beszélgettek. Egy hét múlva megint találkoznak, jön öcsi, azt mondja, hát figyelj majd, de baj van. Hát mi a baj? Hát te nem is tudsz vezetni, azt mondta a vizsgabiztos. Hát mit gondolsz, miért szóltam neked? Ja, hát mondom, mit mondtál neki, kérdezi? Hát ugyanezt. És mit mondod? Hát el lesz intézve. És így lett az öregnek jogosítványa. Szállunk föl a buszra, oda jön egy idősebb, kissé elhanyagolt állapotban lévő bácsi. Nem ismerte a Puskást. Kérdezi, hogy Puskás. Mondja ott neki valamelyik játékos, nem tudom fejbe, hogy ott jön mögöttünk, ez rámutat az öcsire, öcsi. Megállítja az öcsit, veszi szegény elő a remegő kezével a receptet. Még ezt soha nem felejtem, mert Robudin nevezetű szívgyógyszerről volt szó. Az öregnek szív, akkor Magyarországon nem lehetett kapni, a vámnál nem volt szabad ilyesmit behozni. Egy öcsi elveszi, hogy megkéri, jó, rendben van, öreg, megpróbáljuk minden. Elmentünk. Én vele voltam, amikor kiváltotta a gyógyszert Svájcba. Azt kell mondanom, hogy nem kis pénzbe került a gyógyszer. Jövünk haza, két nagy doboz gyógyszert átadott az öregnek, papa azt mondja,
gyógyuljon meg tőle. Még azt se várta meg, hogy megköszönje. Gyermekkorom két legfájóbb emléke fűződik Puskás öcsihez. Az első akkor történt, amikor külföldre távozott. Apám szomorú tekintete a hír hallatán az elkövetkezendő 50 év futballtörténetét vetítette előre. A másik történet előbb történt a berni döntő után. Ott az Alai faluban apám, bátyám és jó magam is porig voltunk sújtva a hír hallatán, de hát mit volt mit tenni, az élet ment tovább, bár értelme nem sok maradt. Bátyámmal tovább folytattuk kétszemélyes rangadóinkat az udvaron. Egy ilyen vélemenő ütközet alkalmából történt, hogy bátyámat kitriblizve feltartóztathatatlanul törtem a kapujára. Ő, hogy a gólt megakadályozza, kétségbeesésébe eldobta magát, és elkezdett jajveszékelni. Szerencsétlenségemre apám épp akkor lépett ki a házból, és szívében az elvesztett világbajnokság mélységes fájdalmával és a Librik okozta Puskás baleset emlékével rettenetes méregre gyulladt, de büdös Librik kiáltott rám, és a kezébe került szőnyegporolóval rettenetesen elverte a fenekemet. En 53, notre récompense a été d'aller en Angleterre pour voir le match Angleterre-Hongrie. Notre récompense d'avoir été champion de France. Et c'est là que j'ai découvert une équipe, bien sûr, formidable. J'ai vu un match sensationnel, un 6-3. Ben, ce n'est pas donné souvent, c'est vrai. Il y a les matchs qui sont vraiment, vraiment très stricts. Alors là, vraiment, on a assisté à un festival. Et là, parmi cette équipe de Hongrie, ben, celui qui m'a fait une très, très grosse impression, c'était Ferenc Puskás. Il avait une équipe exceptionnelle. Bon, surtout une très très grosse attaque avec quand même des joueurs d'exception. Je dis ça, je pense toujours offensivement parce que j'étais un attaquant moi. J'ai toujours axé sur l'attaque. Je suis pour le spectacle. Et Puskás s'est conduit comme un grand grand patron. Ce jour-là, il faisait ce qu'il voulait. Il est évident que bon, Puskás est devenu mon idole. Bueno, para mí los dos mejores jugadores del mundo, para mí, que ha habido en toda la historia del fútbol, han sido dos. Han sido Alfredo Di Stéfano y Puskás. Entonces yo tengo unos grandes recuerdos de esos dos jugadores. Y en el Real Madrid entonces también había muy, muy buenos jugadores. Había Copa, había Real, estaba Gento, Santa María, jugadores de altísimo nivel que proyectaban al Club Real Madrid en todos los rincones del mundo. Ya digo, para mí los dos mejores jugadores que ha tenido este deporte en toda su historia han sido Di Stéfano y Puskás. Es un jugador que cuando llegaba cerca de la portería tenía una zurda que te metía el balón donde nunca llegaba el portero. Yo creo que los grandes jugadores se ven en los últimos 20 metros. Él tenía esta calidad de sacar cosas de toda la jugada que había peligrosa para el contrario. De todas cosas hay que entrenarlo mucho, siempre. Puedes entrenar, pero nunca puedes llegar a hacer las cosas que ha hecho Puskás, que hace Beckham, que hace otros jugadores con la misma calidad. Perioada în care un lucru care nu-l cunoști, pe perioada când Puskás a jucat, de-abia mă nășteam. M-am născut atunci, în 65, deci vă dați seama, în anii de glorie al lui, eu m-am născut. Așa cum am ajuns și la Madrid în primul an și când am marcat primul gol la Real Madrid, când am ajuns, a venit al doilea Puskás, un alt Puskás. Primul meci amical care l-am jucat în pregătire de
imediat de când am semnat după campionatul mondial din 90, primul meci amical, am marcat un gol de la 25 de metri foarte frumos din afara careului și imediat toate ziarele au scris că mă asemănau cu el, pentru că și semănam foarte mult. Mari fotbaliști, mari campioni, mari oameni, totdeauna au fost foarte inspirați în momente delicate. Eu așa cred că atuul nostru, calitatea unui mare fotbalist care a fost al lumii, a unui care a avut o carieră, cred că diferența o făcea și inteligența cu care o gândea, iuțimea cu care gândea, gândea foarte repede. Fotbalul e un cumul de factori unde trebuie să reacționezi foarte repede. Atunci trebuie să fii foarte iute la cap și cu siguranță că el a dat un răspuns foarte bun. Él tenía una peña de seguidores del Madrid, que entonces, pues claro, eran de la peña Puskás, era su peña, y todos los que eran del Madrid allí en el barrio, pues eran de la peña de Puskás, porque además como estaba de moda y en aquellos momentos era muy, muy diferente, pues igual había gente como de militares o gente de constructores o algo de eso, como había gente más humilde. Era una peña muy, muy diversificada y todos, eso sí, en ese barrio. Para mí el mejor jugador, mejor que Kubala, mejor que Kocsi, posiblemente mejor que Di Stéfano. Le están marcando todo el partido de maravilla, no da una. Pero como estornudes, lo prende, estornudes, oyes gol. En el momento que te distraías un segundo, oías cantar gol. Era un monstruo. Nem véletlen az, hogy istenként tisztelték, imádták. Erre csak egy példa, hogy 1959-ben kimoltunk Egyiptomba, Kairóba, Nasser elnök úrról nevezték el a stadiont, és a stadion megnyitásán mi játszottunk az arabok ellen. Melegítőbe sétáltunk, ugye, mert hát itthon eléggé hideg volt. Ott viszont le kellett venni a melegítő fölsőt, és ugye, mint általában a kisgyerekek, akik szeretik a focit, megkérdezték, hogy hát honnan valók vagyunk, és akkor mondtuk, hogy magyarok, és akkor mindjárt azt mondták, hogy Puskás. Tehát tulajdonképpen ő egy misszió is vállalt azzal, hogy labdarúgóként olyan magasságba emelkedett, mint nagyon kevesen a világ labdarúgásába, és hát rajta keresztül ismerték, és tudták azt, hogy tulajdonképpen létezik is Magyarország. Én egy helyen laktam gyakorlatilag a csapattal, Southport-ban. Nem ugyanabban a szállodában, de ugyanabban a kis falucskában, egy tündéri szép helyen. És a Puskás jelenlétéről lehetett tudni, hiszen a portugál meccs után a magyar csapat rettenetesen mély ellen volt lelkileg, össze voltak törve. Ugyanis ők úgy utaztak ki, és a Baróti Lajosnak is ez volt a meggyőződése, hogy a portugálokat kell megverni, tehát az a meccs, amit meg kell nyerni, a bolgárokat megverik, és a brazilok ellen nem tudnak mit kezdeni, és ezzel második helyen tovább lehet menni. És jött a portugál meccs, ahol ugye ilyen-olyan okokból, elsősorban sajnos kapus hibákból kikaptak. Tehát ezután a meccs után a csapat gyakorlatilag leszámolt azzal, hogy nem jut tovább. És hát azért egy-két nap volt még a brazil meccsig, és az egyik délután, amikor magam is ott voltam a csapatnál, és az újságírók közül még egy-kettő, megjelent az öcsi. Kiültünk a gyepre mindenki, a csapat, és mintha a Hofi lett volna a jelen körben, olyan hangulatot teremtett. Elmondott régi emlékeket, ott volt a Hegyi Gyula, és is kiderült, hogy ők hogy verték át az öreget piákkal a Helsinki olimpián, az olimpiai csapat, tehát nem tudom én, hogy csempésztek be ilyen-olyan italokat, és rengeteg történetet mesélt, és teljesen fölrázta a csapatot. Valóban, az egész dolog egy idő után úgy tűnt, hogy arra is megy ki a játék. Így hát mindenki, az is, aki szenvedő alanya volt a történeteknek, például Hegyi Gyula, jó képet vágott a dologhoz, majd amikor elment este felé, már szürkült erősen,
akkor hát nem fogom idézni a mondatot pontosan, mert ezt úgyis fügyszó kísérné itt, de azt mondta, hogy a ilyen-olyan felmenőtök, legalább dögöljetek meg holnap szépen. Innen már szó szerint idézem. Mármint, hogy a brazilok ellen. Tehát, hogy halljon meg a csapat idézőjelben szólva szépen. És hát a következmény, azt mindenki számára ismert. Jó, én se azt állítom, hogy ezért nyertek, de biztos, hogy egyszer csak a tét lehullott azzal, hogy föladták magukban a portugálok után. És hát a másik fele meg az volt, hogy tényleg akkor legalább ne szégyen szemre, vercserekként menjünk ki. És hát tényleg az egész világbajnokság legszebb meccsét játszották. Én egy kicsi szállodában laktam, ahol rengeteg, körülbelül a piramisokkal egykorú nénikék laktak, nyaraltak azon a nyáron, és amikor én a magyar-brazil utáni reggel lementem reggelizni, a nénik transzparenseket tettek, well done Hungary, bravo magyarok. Hát először én Görögországba találkoztam vele, akkor elég nehéz volt kijutni külföldre, és akkor mentünk Törökországba, Kiliosba egy kemping világtalálkozóra, és akkor úgy mentünk, hogy Románia, Bulgária, Törökország, de már úgy jöttünk vissza, hogy Törökország, Görögország, és az volt a célunk, hogy Puskással tudjunk találkozni, akkor volt a Panathinaikosznál. Leváltunk a csoporttól, négyen, és elmentük a Panathinaikos stadionba. Stadionba, ugye, mikor kimondtuk a Puskás nevet, abban a pillanatban szívesen látott vendégek voltunk, de mondták, hogy máshol edzenek, egy edzőpályán, és hát jönnek egy idő múlva. És tényleg, amikor jöttek, jött hozzánk a Puskás, megkérdezte, hogy ti kerestek engem, és akkor mondtuk, onnan vagytok, Szombathelyről. Na, mi van a Tölgyesivel, mi van a Paplajossal, mi van a Kulcsár, és egyből ő kérdezett, és azt mondja, hát gyertek el velem vacsorázni. Hát ott szabódkoztunk, hogy hát vár a hagyjátok, gyertek. És akkor azt mondja, beültet bennünket a kocsiba, elmegyek az elnökhöz, van egy kis elrendezni való, utána tiétek vagyok. Elvitt bennünket az elnökhöz, ott hagyta a kocsiba a ilyen kis mellénye volt, benne a pénztárca, a kocsiba a kulcs, akkor látott bennünket 20 perce. Mintha ezer éve ismertük volna egymást, tényleg egy idő után jött vissza, na gyertek, megyünk. És akkor felvitt bennünket a plákáról, a Mimishez, és hát ez egy ilyen kerthelyiségben volt, és hát ugye mi először találkoztunk akkor azért a pisztáciával, az dinnyét azt így ettük, ott meg ilyen kis apró kis kockákról volt vágva, nem tudtuk, hogy mi ez a piros hirtelen. A lényeg az, hogy malacot sütetett nekünk, akkor Görögországban nem lehetett malacot vágni, vagy fiatal disznót vágni. Akkor már vége felé ment, azt mondja, gyert, maradjatok velem, azt mondja, leviszlek benneteket a vágóhídra, megtanítottam a görögöket pacalt csinálni, szóval olyan pacal van, gyertek el vele. Tehát akkor már ugye nem tudták a feleségeink, hogy hol vagyunk. Azokat ott hagytuk, és akkor azt mondtuk, hogy el kellene menni haza, de fogalmunk nem volt, hogy hogyan jutunk haza. A gyerekek nyugi van, és oda rendelt egy taxit kifizette, útnak engedett bennünket, megölelt, megcsókolt. Mondom, mintha 100 éve ismertük volna már egymást. Másnap történt egy nagy baleset a kempingben, egy ilyen gázpalasz felrobbant, és két kislányunk megégett. Az egész csoport ugye már hazafelé jöttünk, két napunk volt vissza, és nem volt pénzünk. Annyi pénzünk nem volt, hogy valamivel kezdjünk, és akkor, hogy mi legyen ezzel a két szegény gyerekkel. És ugye az öcsi megadta a számát, hívjuk fel, hát ha tud segíteni. Felhívtuk az öcsit, gyerekek, intézkedem, nyugi van. És rövid időn belül ott volt egy mentő, a mentő elvitte, később megtudtuk, az amerikai kórházba, és akkor az amerikai kórházban gyógyszereket kaptak, úgy lekezelték őket, hogy szállítható állapotba kerültek. De úgy szállítottuk őket, hogy levittük, visszahoztuk a buszra, és ha az orvosok, amikor hazaértek, azt mondták, ha nem kapják meg ezt a kezelést, nem kapják meg a gyógyszeret, akkor menthetetlen ez a két lány.
Έτρω είχε πορτοκάλι παραδείγματος χάρη, έφτυνε το κουκούτσι και το χτύπαγε 30 φορές, όταν εμείς δεν μπορούσαμε 4 στην μπάλα. Παραδείγματος χάρη. Έχω ακούσει, λέει, ότι στο μπάνιο εκεί, στο ντουζ, έπαιρνε το σαπούνι, το πετούσε το βρεγμένο σαπούνι και το σταματούσε με το πόδι. Αυτό ήταν πολύ εύκολο. Το δύσκολο ήταν ότι από τη σέντρα του γηπέδου του μπάσκετ, σε 10 προσπάθειες έβαζε 8 καλάθια. Είναι και αλήθεια, λέει, ότι πετύχαινε το καλάθι από τις 10 τις 9 φορές. Βέβαια. Και τη 10η χτύπαγε στο σύρδεο. Δεν ήταν εντελώς αποτυχημένη. 2 csapatok, delegációk, FIFA tagok, UEFA delegációk idegenforgalmi ügyeit, tehát szállás, közlekedés, étkezés, fogadás, ilyesmiket, hogy hát szervezzem meg a Puskás hazaérkezésekor a fogadását, illetve az elhelyezését. És akkor megbeszéltem, a Puskás 2 hét, 3 hét, 1 hónap, bármennyi, marad itt, ott lakhat az Interkontinentálban ingyen. És akkor meghívtuk a Puskást, mert számára csináltak ott egy nagy délutáni uzsonnát, fogadást, és akkor mondta az igazgató, hogy hát akkor fölállja az elnöki lakosztályt, és ott maradhat, lakhat. És az öcsi visszaigazította, Rém aranyos volt, és úgy röstelte magát, de hogy Kispest határában, közelében, családja, barátai mellett szeretne, mert minden délelőtt, minden délután, minden órában van valami programja, és az Érószállót választotta, ami ott van Kispest határában. És ott annak ellenére, hogy ott fizetett a szobáért, inkább azt a kis szerény szállodát választottam, mint ezt a nagyon elegáns interkontinentált. Egy kellemes őszi napon a Budapesti Spartakus birkózó edzését tartottam a Kölyér utcába, és a sporttársaim edzés végeztével jöttünk kifele. Legnagyobb megdöbbenésemre egy hatalmas tömeg fogadott bennünket itt az Érószálló előtt, zászlókkal, kiabáló emberekkel, és megijedtük, azt hittük, hogy kitört a forradalom, de óvatosan oda mentünk az emberek közé, és megkérdeztük, mi történt, mi van itt. És mondják, hogy hazajött a Puskás. Még a tömegből egy-két hangot hallottunk, hogy maradj velünk, költöz haza, egyéb dolgokat hallottunk, és hát egy nagyon meglepő élmény volt számomra. Λαθρέα, αλλά όχι απαγορευμένα ήδη, όχι επικίνδυνα, όχι παράνομα. Λαθρέα, φέραμε κανένα ρολόι παραπάνω, κανένα βίντεο παραπάνω. Θυμάμαι, είχα πάει στη Μάλαγα, στο Las Palmas. Από εκεί που ήταν free shop, πολύ φθηνά, και είχαμε πάρει πάρα πολλά. Και του λέγαμε, πώς θα περάσουμε το Τελωνείο, θα μας πιάσουν. Τι σε νοιάζει, τι σας νοιάζει, σας λέει. Και πράγματι, όταν φτάσαμε το Τελωνείο, και μπήκε μπροστά ο Πούσκας, φώναζαν οι τελωνιακοί πάντζο, περάσαμε τα τσουβάλια, τα ρολόγια και τα βίντεο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό στο Las Palmas στην Ισπανία όταν κάναμε προετοιμασία. Επίσης όταν ήρθε ο Πελέ πριν από μερικούς μήνες εδώ στην Ελλάδα, το ρωτήσανε ποιος κατά τη γνώμη ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής και ο Πελέ είπε τον Πούσκας.